Idén is hamarosan elérkezik az adóbevallás határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal weboldalán vagy papíron május 21-2-ig lehet nyilatkozni a 2023-as évről. A bevallási tervezetek az ESIA oldalon már március 15-e óta elérhetőek, de nagyon fontos, hogy mielőtt elfogadjuk, mindenképpen alaposan nézzük át adatainkat. Arra azért az adózók figyeljenek oda, hogy még ha úgy gondolják, hogy rendben vannak az adatok, akkor is nézzenek rá, hiszen mi a munkáltatói adatokból dolgozunk, illetve kontrolladatokból dolgozunk, hogyha abban esetleg van probléma, akkor azt vegyék észre, illetve arra figyeljenek oda, hogyha van olyan jövedelmük, ami nem szerepel a személyi jövedelemadó bevallásba, akkor azzal ki kell egészíteni. Itt gondolok például egy ingatlan értékesítésre, ez nem feltétlenül jut mindenkinek eszébe. Ha a magánszemély nem nézi át, vagy egészíti ki a tervezetet, az automatikusan bevallássá válik 2024. május 21-én. Ez az automatizmus azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozókra, a mezőgazdasági őstermelőkre és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyekre. Nekik a bevallás tervezetet minden esetben ki kell egészíteniük. A tervezet elfogadásán kívül nem szabad megfeledkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról sem, amelyről szintén május 21-ig lehet rendelkezni. Az 1+1%-nál még fontos, hogy az első 1%-ot kapja a civil szervezet, a második 1%-ot a vallási közösségek, illetve a Nemzeti Tehetségprogram. Ez utóbbi kettő automatikus lesz, tehát ha valakinek már van érvényes nyilatkozata, akkor a következő évben is meg fogja ezt kapni, viszont a civil szervezeteknek mindig minden évben újra kell rendelkezni. A NAV Fejérvár megyei adó- és vámigazgatósága azzal szeretné segíteni az adóbevallás folyamatát, hogy meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket. A Székesfehérvári, illetve a Dunaújvárosi ügyfélszolgálat pontos nyitvatartásáról a NAV Fejérvár megyei adó- és vámigazgatósága honlapján tájékozódhatnak.